kísérletünkben sósav közömbösítésével végezzük el az aminium hidroxid közömbösítését vörös káposztalé segítségével. Egy kémcsőbe kevéske ammónium hidroxidot tettünk, ugye amelyről tudjuk, hogy lugos kémhatású. Hozzáöntünk egy pici vörös káposzta oldatot, és nézzük a színváltozást. Tehát a vörös káposztalé hozzáadása után az oldat színe zöldé változott. Tehát ez azt mutatja, hogy lugos közegben a vörös káposztalé zöld színű színnel jelzi a pH változását, sőt, amely át is ment sárgába. Most megpróbáljuk az oldatban lévő ammónium hidroxidot sósav segítségével közömbösíteni, és nézzük, hogyan történik az oldat színének változása, mindaddig, míg meg nem történik a közömbösítés. Mihelyt látjuk közben, zöldes lett a szín, még mindig zöldes a szín, tehát még mindig nem történt meg a közömbösítés, még mindig a lugossága domináns. És már kezd megjelenni a piros szín, tehát közel vagyunk a semlegesítési ponthoz, és az eredeti kék szín ugye pirossá változott, majd pedig kék színűvé változott.